A szakrendelőnél is tekerni kell a parkolóórát, kiterjesztik a korlátozott várakozási övezetet. Megválasztották a helyi esélyegyenlőségi szószólót, Nyikes Fatime, a Látássérültek Egyesületének elnöke kapta a megbízatást. És egésznapos sztrájkot tartottak a pedagógusok, a Hermannban támogatták a legtöbben a munkabeszüntetést, de az IÉS-ben is demonstrált a tanári kar kétharmada. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. A szakrendelő környékén is hamarosan tekerni kell a parkolóórákat a szélvédő mögött. Jó estét kívánok! A korlátozott várakozási övezet, vagyis az óratárcsás parkolási rendszer kiterjesztéséről döntött szerdán a képviselőtestület. A rendelőnél azonban nem két órát, hanem három órát lehet majd állni, és a rendszer csak délelőtt működik reggel 8 és 12 óra között. Nem csak a rendelőnél, a budapesti úttal párhuzamos Öntő utca fővároshoz közeli részén is tekerni kell majd az órát, vagyis nem lehet egész napra otthagyni az autókat azoknak, akik nem ott élnek. Aztán a testület azt szeretné, hogy újabb 5 évre hosszabbítsa meg a Klik Szelényiné Dobi Gyöngyi intézményvezetői megbízatását a Bleier Jakab német nemzetiségi általános iskolában. És megválasztották a helyi esélyegyenlőségi szószólót, aki Nyikes Fatime, a Látássérültek Egyesületének elnöke lett. Emellett döntött a képviselőtestület a Frankhegyre és a Kőhegyre vonatkozó változtatási tilalom módosításáról is. Összefoglaljuk. Több mint 50 napi rendet tárgyalt a budaörsi képviselőtestület az áprilisi rendesülésén. Módosították például a Frankhegyre vonatkozó változtatási tilalomról szóló rendeletet. Itt lényegében a tömb és a közterületek határait pontosították az alapdokumentumban. Ezt a grémium 14 igen szavazattal támogatta. Döntöttek a Kőhegyre vonatkozó változtatási tilalom módosításáról is. Ezzel kapcsolatban a település első embere a következőket jegyezte meg. Mostantól kezdve, és ezzel senkinek nem szeretnék ötletet adni, de a helyzet az az, hogy az új építési törvény okán a 300 négyzetméter alatti bejelentési kötelezettség, vagyis minden olyan kontroll és engedélyezési eljárás megszűnése okán számtalan olyan ügy lesz majd, amiben lehet azt mondani, hogy biztos a hivatal, vagy személy szerint én, vagy nem tudom én, valaki más még itt, akinek sötét szándékai vannak a felelősek, sajnos az lesz a következménye az építésügyi törvénynek, ezen módosításának, hogy mindenféle kontrollt az önkormányzatok el fognak veszíteni. Ezzel együtt természetesen nekünk feladatunk, hogy a rendeleteink ezeket a szigorú szabályokat, amikkel igyekeznénk, vagy igyekszünk kordában vagy keretekben tartani a különböző építési szándékokat, megfogalmazzuk aztán, hogy ezeknek milyen módon lehet érvényt szerezni, azzal kapcsolatban nagyon kétséges állásponton van a hivatal. Megtárgyalták a várakozási terület használatának szabályairól szóló rendelet kibővítését is. Az előterjesztés értelmében az órás parkolási zónát kiterjesztenék az Öntő, Felső Határ és Fém utca közötti szakaszra is, ezen felül az Ébner közre, a Kossuth Lajos és Kárpát utcára, valamint a Nefelejts utcától a Lajta közig. A egészségügyi központnál én nem javasolnám a 3 órás parkolást, kiszámíthatatlan az az idő, ami ott bekövetkezhet. Nem tehet a lakos arról, hogy hosszabb ideig ott van. Szerintem ezt nem kellene szorgalmazni. Jelen pillanatban nincs, ugye szándékosan nem került bele az egészségügyi központ környezetében levő, az ótemető falánál levő parkolók, és az a tapasztalat, hogy ez sajnos nagyon sokan visszaélnek ezzel, és nem azok foglalják el ezeket a parkolókat, akik az egészségügyi központba jönnek bármilyen kezelésre, hanem a P+R-esek, mert ugye itt nem működik a egyébként 2 órás korlátozott idejű parkolási övezet. A javaslatunk szerint 3 órára emelnénk fel, pontosan azon indokok alapján, amit képviselő úr mondott, ebben a térségben a várakozási időtartamot. Miután az egész időtartam 4 óráról szólt, tehát 8-tól 12-ig tart ez a rendelet hatája, időbeli hatája, így magasabbra emelni nincs értelme, mert akkor, ha 4 óránál szabad, akkor onnantól kezdve, akkor megint ugyanazt a cél, vagy nem érjük el azt a célt, amit szerettünk volna, és azok állnak ott, akik egész napot akarnak állni. A testület az előterjesztést ebben a formában végül 12 igen és 2 tartózkodás mellett fogadta el.
A testület 14 igen szavazattal támogatta dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi intézményvezetői megbízásának további 5 évre történő meghosszabbítását a Bleier Jakab német nemzetiségi általános iskola élén. Kisebb vita az országban először hivatalba lépő esélyegyenlőségi szószóló személyével kapcsolatban alakult ki. A posztra 3 jelölt közül a település polgármestere végül Nyikes Fatimét jelölte ki. Ezzel azonban a testület jelenlévő 2 Fidesz-KDNP-s képviselője nem értett egyet. Nyikes Fatimével kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nagyon jól vezeti ezt az egyesületet, nagyon köszönetet érdemel, de én tartok attól, ha egy újabb terhet a nyakába ró a hivatal, illetve hát az élet, akkor nem tudja olyan tökéletesen ellátni. Tehát én azt hiszem, hogy egy ilyen szóvivői poszt az egy másik embert kíván. Hallva ezt a felvetést, amit Béla bácsi, megkérdeztétek Fatimét, hogy el tudja ellátni? Köszönöm. Hát biztosan megbeszélték vele, pont úgy, mint a bölcsőde dolgozókkal. Több helyen szóval tettem, hogy mi a civil szervezetektől jövő jelöléseket nem kaptuk meg, mert benne az anyagban, hogy a polgármester úr felkereste ezeket az egyesületeket és kikérte a véleményüket. Ugyanakkor egy kicsit ilyen elkapkodottnak látom ezt az egészet, és félreértés ne essék, és ne próbáljuk úgy beállítani, hogy nekünk bármi bajunk lenne Nyikes Fatimével. Mi csak azt vetettük, hogy ez egy kicsit sürgősen 3 név bedobásra került, ebbe egy már vissza is mondta, így maradt 2, és Nyikes Fatimének abszolút elismerik a munkáját, de még pontosan nem is tudjuk, hogy miről fog szólni ez a szószóló rendszer, és ő az egyik csoportot amúgy is képviseli, nem biztos, hogy jó, hogy ő lesz az egésznek a képviselője. Ez még szerintem átgondolást igényelne, de mi le fogjuk tartózkodni, és hát úgyis a Budaörsvegyes Egyesület úgyis megszavazza. Úgyse érdekli minket, őket a mi véleményünk, tehát teljesen egyértelmű és fölösleges itt bármit is hozzáfűznünk. Már eldőlt ez előre, sürgősséggel beérkezett azonnal, úgyhogy nincs mit hozzáfűznünk már. Az a helyzet, hogy nem sürgősséggel jött be az előterjesztés, hanem rendes napirendként jött be. Hát én értem azt, hogy a képviselő úr nem nagyon szereti azt, hogyha valami sürgősen dől el, ezért biztos folyamatosan tesz észrevételt a parlament elé, hétfőn bekerülés, kedden már törvényé váló, senkivel nem egyeztetett, egyébként kardinális kérdéseket szabályozó törvényeket illetően. Ezt olyan sürgősen döntötte el a képviselő testület, hogy tavaly, nem is tudom, melyik ülésen, mikor? December ülésen, az a 4 hónap ezelőtt döntött a képviselőtestület. A képviselőtestület döntésének megfelelően megkerestük az összes civil szervezetet, hogy tegyenek javaslatot, az összes érintett civil szervezetet. A beérkezett javaslatok alapján tettük meg egyébként a rendelet előírása szerint a javaslatot. Tessék nyugodtan fontolgatni, engem például borzasztóan érdekel Löffler képviselő úr véleménye, mert visz egy kis szint, egyfajta sajátságos szint a munkánkba, de a helyzet azért az az, hogy itt semmiféle sürgősség nem volt, semmiféle probléma nem volt. Ha valaki tud aktívabb szereplőt azon aktorok részéről, akik helyben bármilyen hátrányos csoporttal kapcsolatos tevékenységet folytatnak, mint Nyikes Fatime, akkor meghajlok a nagysága előtt. Én szerintem az ő tevékenysége példamutató a városban, és lehet mindenféle mázzal leönteni azt, hogy aggódunk érte, meg szegény, majd túl lesz terhelve. Akinek van füle, és aki ismeri az önök működését, az úgy is tudja, hogy ez miről szól. A testület végül 12 igen szavazattal Nyikes Fatimét választotta a pozícióra, a Fidesz-KDNP képviselői nem szavaztak a kérdésben. Döntöttek arról is, hogy a város elindul a büszkeségpont elnevezésű pályázaton, amelynek a segítségével pozitív döntés esetén egyedi utcanévtáblákkal látják el a Göncz-Árpád utcát és a Bíbó István teret. Elfogadták a 2016. évi intézmény és útfelújítási tervet, valamint a járda programot. Emellett a képviselőtestület 2016. évi munkatervének a kiegészítését is. Ennek alapján a közmeghallgatást legközelebb 2016. október 5-én tartják majd a Városházán 17 órai kezdettel. Az ülés végéhez közelítve az országos pedagógus sztrájkhoz kapcsolódva 12 órakor 5 percre felfüggesztette a képviselők többsége a munkát, és szolidaritását kifejezve a Városháza elé vonult, jelezve, hogy támogatják a pedagógusok és a szociális ágazat dolgozóinak a megmozdulását.
Folytassuk is ezzel, vagyis a szerdai sztrájkkal, aztán persze még visszatérünk majd a testületi ülésre. Szóval az oktatási intézmények közül a Herman iskolában álltak a legtöbben a sztrájk mellé, de az IJS-ben is demonstrált a tanári kar kétharmada. Nem nyitottak ki a bölcsödék, és az összes óvoda is írásban értesítette a szülőket, hogy csak ügyeletet biztosítanak, ha szükséges. A Herman Otto általános iskola keleti homlokzatát beborító óriási fekete-fehér kockás molinó egyértelműen jelezte, hogy az intézmény dolgozóinak nagy része a munkabeszüntetés mellett döntött április 20-án az oktatási rendszerben elkerülhetetlenné váló reformok megvalósítása érdekében. Bár a városban ők voltak a legegységesebbek, a budaörsi iskolák mindegyikében voltak olyan pedagógusok, akik szolidaritást vállaltak a szakszervezettel és a sztrájkot választották. Több mint 80%-a a kollégáknak részt vesz a munkabeszüntetésben. Én itt egy kicsit kilógok a sorból, mert mint intézményvezető nem tudok sztrájkolni. A két igazgató helyettesem is sztrájkol, úgyhogy én kénytelen voltam felvenni a munkát, de természetesen lélekben a kollégákkal vagyok. Föl is ajánlottam egyébként a egynapi fizetésemet az itteni megvendégelésre. Itt egységesen fönt vagyunk a harmadik emeleten. Itt a Táncdráma teremben lesz egy kis filmvetítés, utána egy kis vitatkozás. A 312-es tankonyhában sütni és főzni fognak a kollégák, hogy délben együtt tudjunk enni. És hát lesz kis teázás, egyik sarok, másik sarok, úgyhogy én azt gondolom, hogy hasznosan fog telni a tantestület összetartása szempontjából ez a munkabeszüntetéses nap is. Az előkészítés igen-igen hosszadalmas volt, sokáig azt sem lehetett igazán tudni, hogy lesz-e sztrájk, és a munkabeszüntetés alatti elégséges szolgáltatásról sem könnyen született megállapodás. A hermanosok ennek ellenére nem hezitáltak, kiálltak a céljaikért. Hosszú ideig tartott, mert ugye vártuk a kormány és a klik közötti megállapodás eredményét, mire eljutott hozzánk, az hétfő volt, úgyhogy hétfőn tudtunk összeülni és megbeszélni. Abban maradtak ugye az érdekelt felek, hogy intézményenként kell biztosítani az elégséges szolgáltatást, bár mi inkább afelé hajlottunk, hogy tankerületenként egy intézményben kellene biztosítani ezt a szolgáltatást, de miután ők így döntöttek, ezt mi megbeszéltük hétfőn, felmértük, kiküldtük az értesítőket a szülőknek, felmértük, hogy hány tanuló lesz az intézményünkben, és azok, akik nem vesznek részt a sztrájkban, őket osztottuk be az ügyelet ellátására, illetve erre a szolgáltatásra, az elégséges szolgáltatás biztosítására. Egyébként sok gyerekről van szó? Az előzetes felmérések szerint egy 25 és 30 közötti tanulóról. Most reggel is felmérték őket, úgyhogy de most pontosan én ezt nem tudom, de egy 25-30 és nem több tanulóról, úgyhogy végül is két osztályteremben vannak néhányan. Ebédet felmértük nekik, úgyhogy megkapják természetesen az étkezést és minden, ami ezzel jár. Mi a cél, tehát mi az, amit mindenképpen el kellene érni ahhoz, hogy működőképes legyen az oktatási rendszer? Ó, hát nekünk rendkívül kemény céljaink vannak, tehát hogyha profán módon úgy fogalmazok, hogy az önkormányzat vegye vissza az iskolát, tehát ez egy nagyon-nagyon kemény dolog, és én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legnehezebben megvalósítható célunk. Általánosan természetesen azt szeretnénk, hogy az iskolának legyen látható költségvetése, tudjunk tervezni, kapjuk vissza az autonómiánkat, az intézményvezető tényleg vezethesse az iskoláját, a tanároknak a munkaterhelése az normális legyen, a 22 óra ugye az egy nagyon fontos dolog lenne, és aki 22 óránál többet teljesít, az kapjon túlórát, legyen ismét a teljesítmény arányában a fizetés, és ne egy ilyen egységesített fizetés legyen. És hát persze említhetném nyugodtan a pedagógus életpálya modell kapcsán kiépített minősítési rendszert is, ami hát megkezdte ugyan éppen gyermekcipőben járó működését, de hát nem váltja be a hozzáfűzött kormányzati reményeket. Meddig lehet elmenni? Hát ez egy nagyon-nagyon kemény és nagyon-nagyon jó kérdés. Erről is fogunk beszélgetni a mai napon. Többen úgy gondolják, hogy az egynapos munkabeszüntetés országosan nézve már egy rendkívül kemény feladat volt. Itt van néhány kollega, aki például azért nem szünteti be a munkát, mert nem engedheti meg magának, hogy az egynapi bérét odaadja, és ez elég jó képet fest, még a budaörsi szinten is a pedagógusok helyzetéről, vidékről meg nem is beszélve. Hát nyilván ki kell találni, és még az országosan is ki kell találni, hogyha nem teljesítik a követeléseket, akkor mi lesz a következő szint. Van néhány ötletünk, de a puskaporta semmiképpen nem akarjuk most ellőni.
A pedagógusok mellett a rendszerváltás óta először a bölcsődei dolgozók is úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a sztrájkhoz. Nekik elégséges szolgáltatást sem kellett nyújtani, így egyáltalán nem fogadtak gyereket április 20-án. Ehhez a naphoz azért csatlakoztunk, ez egy szociális ágazati sztrájk. Természetesen bölcsődék beletartoznak a szociális ágazatba. Úgy gondoljuk, hogy amit eddig elért a sztrájkbizottságunk, apró eredmények, ezek a pótlékok nem elosztása nem megfelelő az itteni dolgozók megelégedésének. A 10 000 bölcsődei dolgozóból körülbelül 7-800 embert érintett ez a nagyobb mértékű, amiről beszélnek, a pedagógusi bér, a pedagógusi bértáblának a létrejötte. Az összes többi kisgyereknevelő és akár technikai dolgozó, konyhai dolgozót említeném, önnekik bérrendezésük nem történt meg. Szeretnénk ővelük együtt az ő bérükért is most ezen a strike napon akkor harcolni. Ezen a napon mit csinálnak? Tehát gondolom, ilyenkor gyerekek nincsenek az intézményben. Nincsenek gyerekek. Egy bírói végzésünk van arról, hogy a bölcsődébe elégséges szolgáltatást nem kell biztosítani, és ennek kapcsán nem is nyitottunk ki ma. Itt ma azt várjuk, nagyon nagy örömünkre lenne, ha a kormány és a sztrájkbizottság megegyezne, és valamilyen módon olyan egyességre jutnának, ami mindenki számára elfogadható. Az országos megmozduláshoz csatlakozott az I. és Gyula gimnázium dolgozóinak a nagy része, sőt, még a tanulók is szolidaritást vállaltak. Ezzel azonnal szembesült az, aki 20-án az iskolába látogatott. Körülbelül a kollégátok a 2/3 sztrájkol, 1/3 nem sztrájkol. Az elmaradt órák száma nem pont ezzel arányos, mert ugye nem mindenkinek van egyforma sok órája ma. Óráknak körülbelül a 85%-a marad el, 15%-át tartják meg a kollégák. Ami talán fontos még, hogy alig van gyerek az iskolában. Rengeteg gyerek nem jött, rengeteg család úgy döntött, hogy nem küldi ma a gyereket iskolába. Lényegében 4 pont maradt a PS részéről, 4 követelési pont, ami miatt ez a mai sztrájk megrendezésre került. Talán a legfontosabb, ha lehet ebből válogatni, mondjuk 2, a pedagógus óraszám, 22 órában való maximalizálása, és talán mondok akkor inkább 3-at, az intézményi autonómia mind gazdasági, mind munkáltatói szempontból visszaállítása, és a 3. talán, ami szintén nagyon fontos, hogy a nem tanár kollégáknak a bére hosszú évek óta befagyott, nem emelkedett, nekik a béremelése. Ez talán a 3 legfontosabb pont. Mennyire van lehetőség itt ezzel most nyomást gyakorolni, és hogyha nem sikerül, akkor meddig lehet elmenni? Ezt én nem tudom megítélni igazából innen Budaörsről. Azt gondolom, hogy az ember eldöntötte, hogy mit kíván a lelkiismerete, hogy ma sztrájkol vagy nem sztrájkol. A kollégák egy része így, egy része úgy döntött, mondom a 2/3 úgy, hogy sztrájkol. Hogy ennek milyen hatása lesz, mikorra, ami egészen biztos, hogy ha az ember semmit nem próbál meg, akkor semmi nem változik. Hogyha megpróbáljuk, akkor rengeteg minden mástól is függ, de ha meg sem próbáljuk, akkor minden marad a régiben. A település óvodáiban is csatlakoztak a sztrájkhoz, részben szolidaritásból, részben a saját problémáik orvoslásának a reményében. Valamennyi óvodánk csatlakozott a sztrájkhoz, ez azt jelenti, hogy van olyan óvodánk, ahol 60% körüli a részvétel, van ahol 100%, illetve a 100%-ot azt mindig úgy kell érteni, hogy a munkáltatók nem sztrájkolhatnak, tehát az óvodavezetők azok tulajdonképpen nem sztrájkolnak. Ez azt is jelenti, hogy a szolgáltatást, amit ilyenkor úgy hívunk, hogy felügyelet, minden óvoda egyébként vállalta, de nagyon sok olyan óvodánk volt, illetve nagyon sok 3 óvodánk volt, ahol már előzetesen is jelezték a szülők, hogy nem veszik igénybe a szolgáltatást, illetve volt 2 olyan óvoda, ahol olyan minimális jelentkező volt, hogy azt más óvodában tudtuk ellátni. Én azt gondolom, hogy ez a nagy együttérzés az iskolai pedagógusokkal, ez annak köszönhető, hogy az óvodákban dolgozó, és ugye ez az egész életpálya modell tulajdonképpen intézményen belül olyan összeférhetetlenségeket, ellentéteket generált, ami nem helyes, és ezt nem is tudják támogatni. Ezt értsük úgy, hogy pedagógus és pedagógus között is, hiszen azzal, hogy mindenkit a pedagógus egybesorolt, ez az életpálya modell nagyon hosszú éve a pályán lévőket és pályakezdőket egy szintre hozott tulajdonképpen. De a dajkák, akik minimálbért keresnek, nyugdíj előtt álló dajkák is, vagy az egyéb technikai dolgozók, de a pedagógiai asszisztensek, akik ma már majdnem mint óvónénik vannak jelen az intézményben, de nincs ugye felsőfokú végzettségük, hiszen mondjuk éppen csak az OK szakképzést végezték el, ami erre feljogosítja őket, vagy érettségiük van, ők is minimálbéren vannak, és gondoljuk végig, ugyanabban a csoportban dolgozik 2 óvónéni az életpálya szerint, és mondjuk egy pedagógiai asszisztens
Balázs és egy Dajka pedig ezzel a nevetséges bérrel. Hogy elérte valamilyen pozitív hatást a megmozdulás, az rövid időn belül eldől. Hogy lesz-e folytatás valamilyen formában, az mindenképpen attól függ, hogy a kormány mennyire veszi komolyan a sztrájkolók követeléseit. Leváltották a szakrendelő főigazgató főorvosát, Kovács Attilát. A döntést a rendelőt üzemeltető Europe-Med Kft. Tulajdonosai hozták meg. Hogy miért, az nem egyértelmű. A testületi ülésen annyi hangzott el, hogy ellene az új ügyvezető Jamal doktor rendőrségi eljárást kezdeményezett, illetve az, hogy Kovács Attila szerint a vádak valótlanok. Ami tény, az, hogy elkészült az új fizikoterápia, de ott még nem fogadnak betegeket. A részletekről napirend előtt volt szó a szerdai testületi ülésen, persze nem csak erről beszéltek a képviselők. A napirendi pontok elfogadása és a napirend előtti képviselői hozzászólások 2 órát vettek el az ülésből. 2 fideszes képviselő is interpellált, és vitáztak fideszes indítványok tárgyalásáról is. Végül ugyan a Fidesz-KDNP előterjesztései nem kerültek napirendre, de napirend előtt beszéltek azokról. Azt szerették volna például, hogy kapjanak uszoda és wellness bérletet a bölcsödei dolgozók, akik a polgármester szerint ezt nem is kérték. Azt is kezdeményezték a fideszesek, hogy a Szent Benedek gimnázium tanárai is részesülhessenek a pedagógusok budaörsi bérkiegészítéséből, a Clementis ösztöndíjból, és amíg ezt nem kapják meg, addig a polgármester ne kaphasson jutalmat. A BFS többség azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat és az iskolát fenntartó Pannonhalmi Egyház megállapodást kötött. Ez szerint a város ingyen átadta nekik az Esze Tamás utcai épületet, és támogatja ott a sportcsarnok tervezett megépítését, más igényt azonban az önkormányzattal szemben nem támasztanak. Mutatjuk, mi történt napirend előtt a szerdai testületi ülésen. Egy nagyon örömteli eseményről szeretnék beszámolni. Az I. és Gyula gimnázium egyik tanulója, egész pontosan név szerint Olasz Domonkosa, országos szakmai tanulmányi versenyen, amely a legmagasabb szintű ilyen megmérettetés, első helyezést ért el 1300 induló diák közül. Az egyik szemem sír ezzel kapcsolatban, a másik meg nevet, mert ez a fiatalember sajnos az utolsó közgazdasági tanulmányokat végzi az I. és Gyula gimnáziumban, amely korábban közgazdasági szakközépiskola is volt. Kormány áldásos oktatáspolitikájának következtében közgazdasági szakközépiskolai képzéssel nem foglalkozhatunk tovább, bármilyen eredményes is volt. Azt még hozzáteszem, hogy az első hely mellett a 7. helyet és a 11. helyet is ebben a versenyben I. és S. diák nyerte. Én azt gondolom, hogyha elhatárolódásokról beszélünk, akkor talán egyrészt a mai sztrájk nagyon aktuálissá teszi, másrészt pedig ezek az eredmények, amik egy nagyon eredményes iskola típus létjogosultságát igazolják, akkor nagyon-nagyon határozottan el kellene határolódnunk attól az oktatáspolitikától, amely ezeket az eredményes működő oktatási intézményeket, lehetőségeket megszünteti. Oktatáspolitikai kérdésekkel indult a budaörsi képviselőtestület áprilisi ülése napirend előtt Becz György BFS képviselő felszólalásával. Ezt követően Gáspár Béla fideszes képviselő kérésére az Europe-Med körül kialakult problémák kerültek a grémium elé. A lényeg az, hogy az önkormányzat egy céggel szerződést kötött, hát majdnem azt mondom, hogy ez hasonló, mint amit a Bencés gimnáziummal kapcsolatban, ahol feltételeket szabott meg, amely feltételekhez természetesen ragaszkodunk, és ezen feltételek az egészségügyi ellátás teljes körű, illetve az ügyeletellátás teljes körű biztosítására vonatkoznak, méghozzá úgy, hogy ez alapfinanszírozásban történik, ez a kvázi privatizált megoldás formájában. Amikor arról információt szereztünk, hogy a cégen belül bizonyos problémák merültek föl, természetesen az ügyvezetéshez fordultunk, amelyben feltettünk a működésre vonatkozóan kérdéseket, hogy veszélyezteti-e bármi az egészségügyi ellátását, és ugye számunkra alapvetően a szerződésből ez az alapkérdés, és a tájékoztatás
egyértelműen az ügyvezetés részéről, az ügyvezető részéről az volt, hogy az ellátás mindenféle fennakadás nélkül zavartalanul folyik, és természetesen nyilván a belső ügyeiket meg nekik kell rendezni. A tények tisztázása érdekében Vittinkov Tamás elmondta, hogy az intézmény jelenlegi vezetője Jamal doktor feljelentést tett a rendőrségen bizonyos visszaélésekkel kapcsolatban. Ebben viszont majd a nyomozó hatóságoknak kell eljárnia, az önkormányzat nem illetékes az ügyben. A fizikoterápia nem nyitott meg április 4-én, ezzel kapcsolatban két levél is eljutott hozzám. Az egyiket dr. Jamal Eldin Mohamed ügyvezető úr írta, ez arról szól, hogy ahogy a polgármester is mondta, hogy Kovács Attila ellen elindított egy eljárást, az ő jogviszonyát, mint ügyvezető megszüntették, és egy vizsgálatot kezdeményeztek, egy belső vizsgálatot. Ugyanakkor Kovács Attila is írt egy levelet, tehát látszik, hogy itt komoly problémák vannak, mert ilyen leveleket kapnak az ott dolgozók, amiben ő meg a Jamal úrnak a tájékoztatását tartja valótlannak, és ő is fellebbezett. Ő azt írja, hogy április 4-én megnyitatott volna a fizikoterápia, és minden rendelkezésre áll, de a másik úr ezt nem engedi. Nem tudom, hogy mi folyik itt, viszont az önkormányzat kötött velük egy szerződést, és ha úgy tudom, hamarosan ez a szerződésnek az egyik pontja, hogy viszont meg kell nyitni a fizikoterápiának, hamarosan életbe lép. Ezzel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatást kérni. Ami elmondható egy testületi ülésen, azt mind elmondtam, abban nincsenek kétségeim, hogy ebből majd megint olyan ügyeket fognak próbálni generálni, amelyek nem ide tartoznak. A fizikoterápiának a megnyitási határideje augusztus, nem tudom pontosan hanyadika, tehát augusztus 17-e. Nagyon remélem, hogy addig ez a dolog rendeződni fog, ha nem, akkor nyilván azzal is majd fog a képviselőtestület foglalkozni. A napirend előtti felszólalásokat követően két interpellációra is sor került az ülésen. Elsőként Gáspár Béla fideszes képviselő kért tájékoztatást a Hársfa utcai gödörrel kapcsolatban. A választ Kálóci Imre alpolgármester adta meg, amelyben felsorolta, hogy milyen cégekkel, lehetséges befektetőkkel tárgyaltak már az ominózus terület rendezése érdekében. A választ a fideszes képviselő elfogadta. A másik kérdést Löffler Dávid fideszes képviselő tette fel. Ebben a polgármester és az alpolgármesterek 2015-ös dologi kiadásairól kért tájékoztatást. Bocsi István jegyző válaszában jelezte, hogy a kért dokumentumokat a képviselő úr által megadott címre további bították. Ebből, ha akart, az ülés előtt tájékozódhatott. Löffler Dávid ezzel szemben azt állította, hogy ő az anyagot nem kapta meg, és a választ nem fogadta el. A testület végül 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadta az interpellációra adott választ. A mentor programról beszélgetünk a következő percekben. Egyrészt itt van Lichtman Tibor. Jó estét kívánok! Jó estét. Másrészt pedig Ahil Berger Márton, aki a Civil Vállalkozások Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok! Magyarázzuk meg indításként, hogy mi ez a mentor program, kit mentorálnak, hogyan, miről szól ez? Hát ebben a mentor programban 55 év feletti emberek vesznek részt, és gyerekeket tanítanak olvasni. Többnyire általános iskolákban, délutáni foglalkozások keretében és egyénileg. Akkor kezdem az 55 év felettiek részéről. Nekik ez egy hasznos elfoglaltság, egy időtöltés lehet, hogy gyerekekkel foglalkoznak? Természetesen, tehát sőt azt mondanám, hogy egy újabb hobbi, egy újabb akár szakma lehet számukra, hogy ha még nem is találkoztak, vagy nem is volt oktatási tapasztalatuk, de mi egy lehetőséget kínálunk arra, hogy akár laikusok is ezt az egyszerű egyéni foglalkozásokat csinálhatják. A honlapjuk szerint van köztük közgazdász, vegyészmérnök, vállalkozó, szóval nem előfeltétel, hogy pedagógus legyen valaki. Természetesen, tehát a tagjainknak egy jelentős része valamilyen tapasztalata rendelkezik, ami tanításhoz kötődik, viszont laikusok is csatlakozhatnak. Rendszeresen csoportfoglalkozásokat kínálunk nekik, és így a tapasztalt tanárok is kiképezhetik a laikusokat. Tehát nem előfeltétel a pedagógiai tapasztalat, a legfontosabb, hogy valaki elkötelezett legyen a gyerekek iránt. Ön mentor. Hogy lett mentor? És miről szól akkor ez az ön életében? Hát hirdetésre jelentkeztem 5-6-7 éve, nem emlékszem már. A jó kereset reményében? Mert hogy nem kapnak érte pénzt. Nem kapunk pénzt. Azért kérdeztem. Azt lehetett tudni, hogy ez hogy mondjam, társadalmunk a régi kifejezéssel élve. És hát olyan szempontból
érdemesnek találtam, hogy valamit egy kicsit, egyrészt az a tudás, ami az ember idővel összeszedett és összegyűlt, azt úgy tudom átadni, át tudom adni, hogy ezzel mondjuk talán az általános tudás szintet talán úgy érzem, hogy egy kicsit emelhetem, mert az ember elég sok butasággal találkozik a hétköznapi életben, főleg mondjuk magyar nyelven, helyesírásban, számolásban, és az arra gondoltam, hogy hát a magam módján, hát ha egy fecske nem is csinál a nyarat, de azért egy kicsit magamat vigasztalom, hogy hát ezt megpróbálom egy kicsit javítani, még ha ez eléggé hiába való küzdelem is, de mégis ez egyrészt. Tehát olyat úgy tudok adni, hogy nekem megmarad, ugye tudást átadok, akkor nekem megmarad, de másnak is lesz örülne. Mi az ön végzettsége, mi a foglalkozása? Hát én egyébként gyengárom, hogy villamosmérnök vagyok, és még egyébben, de azt már nem mondom, az már bonyolult. De úgy érzem, hogy még tudok magyarul, tudok számolni, úgyhogy ezeket át tudom adni. És akkor jelentkezett erre a programra, elfogadták a jelentkezését, és aztán, hogy hová megy, kin segít és hogyan segít? Azt tudtam, hogy általános iskolákban az a kiírásban szerepelt, és akkor rögtön Kőbányára, Zuglóból Kőbányára, tehát Kőbányi iskolába kerültem. Ott voltam azt hiszem 2 évig talán, és ott másodikos, harmadikos gyerekekkel, hát így mondjam, foglalkoztam. Az a lényeg, hogy szemtől szembe, ez úgy néz ki, hogy hatásosabb, és... Mert hogy lehet mondjuk Skype-on keresztül is? Nem, az nem annyira, tehát itt úgy néz ki, hogy a gyereknél az a lényeg, hogy sok esetben, hogy csak vele foglalkozunk, vagy foglalkozik egy felnőtt, mondjuk 45 percen keresztül, vagy egy órán keresztül, és ez sokat számít olyan esetekben, amikor, és ez elég általános, hogy a családban ott van a gyerek egyedül, vagy esetleg testvérrel, és hát nem nagyon foglalkoznak vele, nem nagyon beszélgetnek vele, nem nagyon nézik meg, hogy csinálta meg a házi feladatot, mert én meg is kérdeztem tőlük, hogy na most akkor otthon foglalkoznak veled? Hát nem igazán, meg itt iskolában megcsinálom, aztán otthon lesz, ami lesz, sok esetben ilyen, és az a tapasztalat, hogy a gyerek másképp viselkedik akkor, tehát egy olyan gyerek, akire azt mondták, hogy rossz gyerek, a társai az osztályban, kiderült, hogy amikor szemtől szembe vagyunk, akkor egy nagyon rendes gyerek, jó indulatú, és semmi nyoma nincs annak, hogy ő rossz gyerek. Nem mondják ezt a gyerek, hogy én nem akarom, én nem olvasom, én becsukom a szememet. Nem, nagyon érdekes, hogy nem. Talán éppen az, hogy egyedül vagyunk. Tehát ketten vagyunk úgy. De azért egy osztályteremben vannak, tehát ez iskolai környezetben zajlik. Igen, nem az osztályteremben, lehetőleg nem az osztályteremben, igen, hanem az iskola általában ad egy termet, egy lehetőséget legtöbb esetben. Egy külön osztályt mondjuk, mitén 2 óra után felszabadulnak osztálytermek, akkor ott kiírnak egy osztálytermet, ahol lehetünk. Volt már olyan az iskola könyvtárában, de hallottam olyan beszámolót, hogy nem volt semmi, és az osztály előtt a folyosón volt egy asztal, szék, és akkor ott foglalkozott vele valaki. Szerencsére nekem ebben nem volt részem, tehát a gyerekek közben szaladgáltak körbe. Nekem szerencsére ilyenben nem volt részem, hanem volt egy osztályterem, és ott tudunk egymással foglalkozni. És nem volt semmilyen gond, általában a gyerekek jó nyelven veszik, sőt, még egy kicsit talán megelőzve a kérdését, olyan is volt, hogy az osztályban, amikor megjelentem, hogy na Józsika, akkor gyere, akkor egy idő után jelentkezek, én is mehetek, ja, én is szeretnék menni, mert egy idő után kiderült, hogy ez egy kiemelkedés, hogy na, a Lacikával külön foglalkoznak, és velem meg nem foglalkoznak, na akkor hagy jöjjek én is. Hát volt ilyen eset. De általában délutánonként vannak. Mindig délutánon, persze délutánonként. Miért csinálják mindezt, hogy segítsenek a gyerekeken, és egyben segítsenek az időseknek, és hasznos elfoglaltságot találni? Igen, tehát ez egy olyan helyzet, hogy ez mindenki nyer, tehát mind az idősebb felnőttek, a gyerekek is, és az iskolák is. Azt gondoljuk, hogy ezekről az egyéni foglalkozásokról, tehát múlik minden. Tehát hogyha oktatási, tehát általános iskolának a legelején már a gyerekek mellett, a lemaradó gyerekek mellett ott van egy egyéni segítség, akkor a gyerek túl fog jutni azokon a nehézségeken, és tud majd tanulni a későbbiekben. Tehát visszatérünk igazából
az alapokhoz, ami korábban is működött régen, azért nem volt az oktatásban jellemző ennyire az ilyen tömeges oktatás. És az igazi nagy tradíciót pont az ön egy az egyben lévő szituációk jelentik. Tehát mi tényleg csak feltaláljuk ugyanazt, ami már nagyon jól működött. Nyilván korábban, amikor a nagyszülők közel laktak a családokhoz, akkor a nagyszülők csinálták ezt. Mi most valahol a mentorprogrammal a nagyszülő és a tanár közötti szerepet hozzuk be a gyerekek életében. Ez egy non-profit KFT, de mégis értem én a segíteni akarást, de akkor ebből bevételük nincsen. Erre akkor pályázati támogatást nyertek, ezt az állam támogatja, az Európai Unió, vagy egyszerűen csak segíteni akaró emberek összedobták a pénzt, hogy önök ezt megszervezzék? Jellemzően magánadományokból tartjuk fenn magunkat, és megbízási díjakból. Tehát próbáljuk ezt a szolgáltatást értékesíteni, bár nem közvetlenül a szülők és a gyerekek felé, de nagyon gyakran az iskola fenntartók felé, akár más szervezetek felé, és hát így tudtunk egyébként, először kettő iskolában indultunk el 2008-ban, és ezeknek a megbízásoknak köszönhetően nagyon gyakran akár a költségvetésünk 50-60%-át ezekből tudtuk fedezni, és eljutottunk végül 30 iskolába. Budaörsön még nincsenek. Budaörsön már jelentős, tehát adott bázisunk van Budaörsön, nagyon sokan jelentkeztek, voltak, itt kiválasztottunk innen, további mentorokat szeretnénk kiválasztani a városból, és szeretnénk iskolát is. Tehát már voltak megkeresések, de ezek még nem vezettek sikerre, tehát várjuk iskolák megkeresését is, de mi is fogjuk őket keresni, amint egy megfelelő számú önkéntes csapatunk lesz Budaörsön. A mentoroknak milyen segítséget tudnak adni? Felkészítik őket? Képzik őket? Fizetik az utazási költségüket? Akár ez is előfordulhat, igen, hogy kisebb költségeket fedezünk, akár olyan segédanyagokat biztosítunk, amik kellenek a foglalkozásaikhoz. A legfontosabb szerintem az az, hogy rendszeres találkozókat szervezünk a mentoroknak. Tehát ők maguk egymás között kicserélik a tapasztalatokat. Ami nagyon fontos szerintem, hogy mi egy hálózatban működünk, horizontálisan működünk, tehát ez azt jelenti, hogy nem egy iskolába gondolkozunk, hanem egyből már több tucat iskolában, és az, hogy olyan fórumok teremtődjenek meg, hogy kicserélhessék a legjobb tapasztalatokat az emberek. Tehát a mi szolgáltatásunk életemben ugyanazt a színvonalat tudja biztosítani mindegyik helyszínen, tehát közel ugyanaz a színvonal mindenhol. Én egyébként azt gondolom, hogy a jövőben az oktatásban ez fog dominálni, legalábbis ez kellene, hogy domináljon. Tehát, hogy olyan... De jellemzően alsó tagozatról beszélünk. Én azt mondom, hogy tulajdonképpen bárhol. Tehát az intézményeknek fel kéne arra készülniük, hogy ilyen horizontálisan egymás mellett működő szolgálatoknak adnak helyet. Tehát a teljes iskola igazgatási csomag, és az, hogy mindent megcsinálni, körülbelül a takarítást az iskola igazgatásig, mindent egy szervezetnek, szerintem ez túl sok, és nem is lehet specializálódni igazán. Viszont, hogyha ilyen szolgáltatók jelennek meg, mint például a Mi Mentor programunk, amik még nem is tankerületekhez kötöttek, sőt, mi még országhoz kötöttek se vagyunk, bár nagyon elkötelezettek vagyunk Magyarországért, a magyar olvasásért, a magyar oktatásért, de például Szlovákiában is elindultunk már, tehát, és most akár lépéseket tettünk, hogy akár elindulhassunk sokkal messzebb Magyarországtól, most pont a tengeren túlról vannak megkereséseink, szóval lehet, hogy pont Észak-Amerikában is sikerül ezzel a programmal elindulnunk. Tehát úgy gondolom, hogy a mai kommunikációs lehetőségekkel és hálózatszervezési technológiákkal, egyszerűen ez megoldható. Meddig mentorál egy-egy gyermeket? Kialakulnak-e barátságok? Utána szomorú-e az elválás? Tartják-e a kapcsolatot? Hogy működik ez a gyakorlatban? Hát hallani ilyenről is, meg olyanról is, hogy később is tartják a kapcsolatot, meg fölveszik a kapcsolatot a szülőkkel. Az én esetemben ez nem volt. Tulajdonképpen egyetlen ilyen kapcsolat volt, hogy az egyik kislányjal befejeztük a foglalkozást, és akkor egy évvel később az egyik áruházban jön oda hozzám valaki, átkarol, és jaj, Tibi bácsi, szia, itt van az anyukám, és akkor jött az anyuka, és bemutatkoztunk, ennyi volt a mi ilyen kölcsönös kapcsolat. Egyébként az én esetemben nem volt. Meddig tart egy ilyen mentorálás? Fél év, egy év? Attól függ, hogy mennyi ide van? Gyakorlatilag egy év, de van olyan esetleg, ha úgy olyan kimálom van, akkor esetleg a következő évben is. Az én esetemben gyakorlatilag egy év volt egy valamilyen gyerekkel, a következő évben az a gyerek már nem volt, hanem helyette valaki más, mert úgy van, hogy például mondjuk a második osztályból, ugye a gyerek elhagyja a második osztályt, elkerül a harmadikba, akkor jön egy újabb második osztályos helyére,
De hallottam olyasmit is, hogy, hogy miten két osztályon keresztül, két éven keresztül foglalkoztak a gyerekkel, mondom, az én esetemben nem volt. Ez gyakorlatilag egy-egy év. Budaörsön várják mentorok jelentkezését, és várják olyanok jelentkezését is, akik szeretnék, hogyha mentorálnák őket? Igen, tehát itt elsősorban iskolákat várunk, tehát iskolaigazgatók megkeresését, vagy tanárokat, akik úgy látják, hogy tudnák használni ezt a plusz erőforrást az iskolában. Azért ezzel is számolni kell, ez egy növekvő erőforrás, ez minden iskola mellett jelen van, tehát ezzel élni kell. Ez egy nagyon jelentős szolgáltatás, tehát egy több millió forint értékű szolgáltatást jelent. Nyilván ez mind önkéntes munka, de eddig összeszorzom egyébként az eddigi mentorálásokat, az egyébként több milliárd forint értékű munkát végeztek el eddig a mentoraink több mint 2000 gyereknek. Szóval ez egy nagyon jelentős erőforrás. Pláne, hogyha azt hiszük, hogy a mentorok nagyon gyakran a legképzettebb emberek, akik jelen lesznek az iskolában, tehát bár van, aki mondjuk postai dolgozó volt, aki mondjuk nukleáris mérnök volt, szóval nagyon sokszínű, de ez egyből egy ilyen gyakorlatias tudás megjelenését segíti az iskolában. És akkor az nem baj, hogyha valakinek mondjuk tájszólása van? Leellenőrzik, hogy valaki tud-e úgy számolni, tud-e úgy olvasni, vagy ez akkor nem feltétel? Nem feltétel. Mi azt nézzük, hogy valaki nagyon elkötelezett legyen a gyerekek iránt, és azt, hogy csapatjátékos legyen. Ez a két fő szempont, és innentől kezdve már tulajdonképpen a józanész, ami kell, a paraszti józanész. Viszont a tanárok szakmai iránymutatása nélkül nem lehetne ezt csinálni. Szóval mi egy meglévő, már nagyon fontos alapot, amit az iskola ad, arra építünk, és azt akarjuk még sikeresebbé tenni. Szóval ezt hozzáteszem, hogy hát nekünk ezért lett ez ennyire sikeres végül ez a programunk, mert mi mindig a meglévőt építettük, sose gondoltunk arra, hogy most Budaörsön is mi felépítjük a saját mondjuk helyszínünket, szolgálati helyszínünket, nem erről van szó, hanem meglévőket építünk tovább. A másik oldalon, ez az elmúlt egy-két évben egyre több alkalommal jelent meg, hogy szülők kerestek meg minket, és egy ilyen egyéni oktatói szolgálatot kértek a gyereküknek. Van, aki azért, mert élsportoló a gyereke, van, aki azért, mert a kicsit lemaradt, tulajdonképpen egy korrepetitort keresett, van, akinek mondjuk mozgáskorlátozott a gyermeke, akkor neki egy személyre szóló segítséget tudunk adni, akár az otthonában, akár a mentor otthonában. És mindezt ingyenesen? Van, hogy ingyenesen, van egy jelképes ösztöndíjért, szóval sokkal versenyképesebb szolgáltatást tudunk nyújtani, mint a magántanárok, mert olyan embereket hozunk erre az oktatói piacra, akik egyébként nem lennének jelen. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttek és mindezt elmesélték. Érdekes volt hallgatni. Sok sikert kívánok Önöknek. Köszönjük szépen. Keller Betty lesz ma Bétód László vendége. Neve keveseknek ismerős, pályafutását az Ergóban kezdte gidaként. Hogy azóta mi történt vele és hogyan emlékszik vissza azokra az évekre, mindjárt kiderül. Bétód László műsora hamarosan kezdődik, de még előtte megmutatjuk a hétvége program kínálatát. Családi játszóház és kézműves foglalkozás szórakoztatja a Régészeti Múzeum látogatóit szombaton 10 és 13 óra között. Ezen a foglalkozáson nemezelés technikával készíthetnek hajdíszeket és kulcstartókat. Labanc Dániel klinikai szakpszichológus a kiborító kamaszokról tart előadást az IFI Klub Szülők Akadémiája sorozatának keretében pénteken este 7 órától. Az Ifjúsági Klub először rendezi meg az IFISZED közösségi szemétszedést a Föld napja alkalmából szombaton 10 órától. Mindenkit szeretettel látnak, aki szívesen sétálna és közben hasznosan töltené el az idejét. További információt a képernyőn látható elérhetőségeken kaphatnak. Közel 400 táncos pár lép fel az első budaörsi Buda Open táncversenyen szombaton és vasárnap a Városi Sportcsarnokban. A szervezők feledhetetlen élményt ígérnek a közönségnek. A Föld napja alkalmából természetbúvár családi nappal készül a Csiki pihenőkert vasárnap 10-től 16 óráig. A részvétel ingyenes. A Lovasi Jász című filmet vetíti az Ifjúsági Klub vasárnap 18 órától. A film Kassai Lajos tevékenységével az általa újrateremtett és csak az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel, a lovasi jászattal foglalkozik.
És végül, de nem utolsó sorban elmarad a budaörsi repülőtérre hirdetett Goldtimer nap a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők május 7-ére tervezik az eseményt. Telefonszámunk 611-522, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu, várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, de kereshetnek minket akkor is, ha szeretnék felhívni a figyelmet egy a lakókörnyezetükben tapasztalható problémára. Ha a héten lemaradtak valamelyik műsorunkról, a bvtv.hu oldal archívumában megtalálják, vagy megnézhetik a hétvégi ismétlésben, ami szombaton és vasárnap is reggel 8-kor és délután 5 órakor kezdődik a hétfői adásblokkal, aztán következik az összes többi nap. Én köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, találkozunk hétfőn, viszontlátásra!